65 évvel ezelőtt, 1956. január 12-én nagy erejű földrengés pusztította Duna-Tisza közén. A földmozgást Kecskeméten is észlelték, s bár a híres városban nagyobb károkat nem okozott, a Piarista gimnázium pincéjében lévő szeizmográf jelzőkarja annyira kilengett, hogy az egyébként óramű pontossággal működő készülék túlfutott a papíron. A természeti katasztrófáról a filmhíradó is beszámolt. Földünk belseje még ma is izzó állapotban van. Az izzó tömegek nyomása gyakran eljut a Föld külső kérgéig, napi életünk színhelyéig. A kéreg rétegeződései ellentétes irányú nyomás hatására eltörnek és elmozdulnak. Ez a valószínű oka a magyarországi földrengésnek is. A Geofizikai Intézet földrengés vizsgáló készülékei január 12-én 6 óra 46 perckor szokatlan erősségű földrengést jeleztek. Budapestről délkeletre főleg Taksony és Dunaharaszti vályokházaiban okozott kárt a földrengés. Több ház összedőlt vagy életveszélyessé vált. 2 halálos áldozata és 38 sebesültje van az elemi csapásnak. Hasonló földrengés volt 1911-ben Kecskeméten és 1925-ben Egerben. Már néhány órával a szerencsétlenség után hatósági segítség érkezett a helyszínre. A károk összeírásával egy időben műszaki alakulatok segítettek a bajba jutottaknak. Azonnal megkezdődött a helyreállítás munkája.